És meg is vagyunk. Na, a Night in the Woods-nak az epizód hétje, azaz, hogy a hetedik epizódja következik, ami hát lehet, hogy már egy picit máshogy fog telni, mint ahogy mi azt megszokhattuk itt a gyerekek világában, hiszen, hogy mondjam, tehát ez a tegnap esti esemény, ami történt a Harfest után, hogy mély szemtanúja volt egy gyermekrablásnak így élesben. Vagy hát mi azt gondoljuk, hogy hát gyerek, nem tudjuk, lehet, hogy tinit raboltak el. Volt egy mobil a kezében, hátul állt ott a szobornál, mi meg az épület mellett, és hát rohadtul elvitték. Simulékonyak azok a gék, mármint mi? Ti miről beszéltek ott közben? Te is nyomsz egy glitch warpot, átteleportáltunk a PS belsejében. Vagy mi? Liksom, miről beszél? Hangerőt felnyomom itt, ugyanis a játék zenéje zseniális. Mindenki imádja a játék zenéjét, ez a kedvencetek. Jaj, látom a simulékony géiteket, igen. Már megbeszéltük, hogy ez a legcringebb duma a Twitch-en a kapmázás után. Na gyerünk befelé. A következő napra. Mély felébred. Ugye, miután üldözőbe vettük a gyermekrablót, hát a kerítés a város szélén megállított minket. Ez alapján nagyon erősen kivitte a városból a gyereket ez a valaki, akinek elég kísérteties külseje volt. És utána meg találkoztunk ugye nagynénénkkel, Ont Molkoppal, aki aztán haza is hozott minket. Utána volt egy rémálmunk, majd most ébredünk fel. Na mi az első dolog, amit lerajzoltam? Egy nagy fekete kör, és ott van az elrabló, látjátok, csak a sziluettjét láttuk ugye tegnap. Mintha... nem egy ilyen... bányász kalap van a fején, tudjátok, bányász sisak, aminek van egy ilyen, a bal oldalon egy ilyen világító test így felszerelve, egy fejlámpa. Nem úgy néz ki? Ez egy minion? Mi? Hogy lenne már? Na mindegy. Furcsa. Bányás Sapi, te is arra gondoltál? Szerintem is annak néz ki. Nézzük át a laptopunkat. Szoknyás minion. Na kik írtak nekünk? Itt van B. Hey mi, kösz, hogy kisegítettél tegnap este. Felébredtem és akkor vettem észre, hogy... completely impose in a big way. Mit jelent az, hogy impózolni? Ezt tudja valaki? Na már is indítjuk a szótárakat. Tehát, hogy teljes mértékben... Rákaszkodik valakire, valaki nyakába varja magát. Szerintem ez, tehát, hogy totálisan a nyakunkba varta, igen, ezt az egészet. Igen, 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 szerintem ezt akarja mondani. Úgyhogy nagyon szépen köszöni és nagyon megbecsüli ezt. Melóban leszek, takarítok tegnap este után, hogyha be akarnál köszönni. Hé haver, bocs, hogy múlt este nem tudtunk együtt lógni, ez a Greg már ugye. Angus azt mondja, hogy ő is nagyon sajnálja, viszont ma este lesz egy... Húha, egy zenekari próbánk, mivel hogy én vagyok a főnök és én azt mondom. Megyek munkába, szia! A többiekkel nem lehet még beszélgetni? Ez így Jarm lesz szerintem, ez meg... ez Angus. Jó. Kiszapták? Az imposed? Nem. Az a másik szó volt. Na menjünk is gyorsan kifelé, beszélgessünk anyukánkkal. Anyuval tegnap nagyon összevesztünk, nagyon-nagyon csúnyán összevesztünk vele, ugye. Várja, lehet, hogy már apu eltakarította innen a ládákat, de nem, még nem. Úgy tűnik, hogy még mindig. Mi van az órával? Kíváncsi vagyok, hogyha az új működő óra az alsó szinten, tehát hogy azt gondolja-e, hogy ez az óra itt fent ijesztő. Egy ilyen nagy öreg dolog fent az emeleten, mint te, de azért máshogy, de és hatalmas, meg ijesztő. És éjszakánként furcsa hangokat ad. Ez a nagyos gondolat. Hát én nem tudom ezt ijesztőnek találni. Ez nagypapám egyik darabja. Szevasz Killer Gabesz, üdvözöllek. Mindenki más is, aki közben még itt marad, sziasztok srácok.
Több részre van szükségünk papából. Azt hiszem, hogy mindannyian egy picit idősebbnek tűnünk. Furcsa venni egy pillanatot, és... tehát, hogy igen, a fotóról beszél, hogy azt venni a mi hivatalos verziónknak. Mi van a madárral? Olyan vagy... Te csak ugyanolyan vagy minden nap? Milyen lehet a madár léted? És a könyvek, azzal is beszélgetünk. Volna itt nyomozós könyv esetleg? Természetesen, persze, hogy van. És kísértetekről. Mondjuk ilyen igazi kísértetekről, real life kísértetekről. Kell, hogy legyen. A kutatás az jó. Konfrontáljuk a problémát szemtől szemben. Nem fogsz megőrülni, haver. Pont most tartod így egyben az agyadat. Na jó. Hát mi szerintem elkezd nyomozni így ez alapján, hogy mi történhetett. Hé, édesem, igen. Miért nem köszönsz nekem? Gyere, egy kicsit, mondja anyukánk. Szia, édesem, mondja. Szia, anya. Nagyon fáradtnak tűnsz. Te is. Ja, és rohadtul fáj a fejem. Szétmegy a fejem konkrétan. Hát az időjárás úgy tűnik, hogy veled ért egyen. Szürke és drizzly. Ki tudja, hogy mit jelent a drizzly szó? Csinálhatnánk ilyen pont izét, hogy én mondom a szavakat, amiket ki kell szótára. Szitáló esőt jelent. A drizzly az a szitálás. Sos. Igen. Szia, mókus, jó ét neked. Hát ja, ezt azért elviseljük ma. Hé, édesem, igen. Bocs a tegnapi miatt. Jaj, Darnyos az anyuka. Én is bocsánatot kérek. Olyan dolgokat mondtam, amiket nem is igazán gondoltam úgy. Hát, ha úgy is gondoltad, vagy ha nem, az biztos, hogy nem így kellene kommunikálnunk. Nem akarom, hogy befejezzük a beszélgetést. Mármint, hogy értitek, tehát, hogy ne beszéljenek többé. Én csak nem akarom a néhány évvel ezelőtti valaminek, nem tudjuk, hogy minek, a megismétlését, pont. Nagyon sajnálom, anya. Mindennel kapcsolatban nagyon sajnálom. Hé, mi, jól vagy? Jól vagyok, csak egy kicsi stresszes. Láttam valami furcsa dolgot múlt este, vagy legalábbis azt hiszem, hogy láttam. Akarsz beszélni róla? Később. Mert még mindig próbálom így összerakni. Beszélhetünk az iskoláról? Arról is később. Szóval mi miatt vagy stresszelve? Kérdezzük anyukánktól. Hát gondolom, hogy te most már így felnőtt vagy. Csak köp ki, anya. Az incidensed után, ami néhány évvel ezelőtt volt, ahogy tudod, kölcsönbe vertük magunkat, hogy azt megoldjuk. Még mindig sajnálom azt a dolgot. Kéri a bocsánatot közben, mi? Ez már a múlt. Ne térjünk rá vissza, felejtsük el. Oké. Viszont, hogy amikor eljött az idő, hogy suliba menj. Ez a mortgage. Ez nem a izé? Várjatok, mortgage. Jelzálog. Aha. Szóval, hogy egy ilyen jelzálog hitelt vettek fel, hogy igen, biztosra menjünk, hogy neked mindened meg lesz. Oké. Hát kiderült, hogy nem igazán volt egy jó üzlet ez, és olyan hülyén érzem magam. Mert ők ugye szeretnek ilyen jelzálog hiteleket ajánlogatni mindenféle embernek, de akiknek ugye nincsen túl sok pénzük, és akik nem szoktak ahhoz hozzá, hogy ilyen ajánlatokat kapjanak. Szia, Lara, jó estét kívánok! Miért? Kérdezi mi? Hát a bank eléggé kihasznált minket. És most az övék a ház, és... Ó, Istenem. Többel tartozunk nekik, mint amennyit ér. Ez mit jelent? Milyen cukin néz közben, mi? Hát az azt jelenti, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a jövőben mennyire hosszú ideig lesz még a miénk a ház. Szent Isten, hát akkor bajba vagyunk, mi? Én meg egy nagyon nagy barom vagyok. Minden rendben, édesem, ne aggódj. Hát ez nagyon szörnyűen hangzik. És mit olvasol?
ilyen felderítetlen gyilkosságokról szóló könyvvel. Mind megtörtént? Ó, hát azt nem tudom, talán, biztos. Akarsz hallani egy igaz ilyen teasert? Miért ne? Persze. Oké, szóval van egy fickó, aki holtan fekszik a konyhában. Van egy golyó ütötte lyuk a fejében. Van egy fickó bent vele. Neki véres a jobb keze, de nincs pisztolya. Hú. Az utolsó dolog. A halott fickónak van egy... ez a scar, ezt tudjátok, ilyen heg a tarkóján. És tudod a választ? Ti tudjátok a választ? Vajon hogy halt meg a másik fickó? Egy golyó általi lyuk van a fején, a másiknak véres a keze, nincs pisztoly, a másiknak van a tarkóján egy heg. Hát ez alapján hogy lehet ezt összerakni? Yes, honey. Yes. Valakinek van ötlete erre a gyilkosságra? Bárkinek? Bármi elmélete? Nekem hirtelen nincs. 5, 4, 3, 2. Oké. Szóval te tudod a választ? Hát nem tudom, hogy van-e egy válasz. Mert ez arra való, hogy így elkezd így gondolkodni. A gyilkosságról? Há, nyomozónak kellett volna menned. Melyiket mondjuk? Az egyes? A gyilkosságról? A kettes? Nyomozónak kellett volna menned. Melyiket mondjuk anyukánknak? 1, 2, 2, 1. Csí, 2. Oké, addig 1, 2-es van akkor ez alapján. Többi kiüti egymást. 1, oké, nincs szavazat. Hát hogy lesz ez? Az enyém is számít ilyenkor? Megszavazzátok? 2. Akkor legyen a 2-es. Ott már dupla 2-es, oké, legyen. Nyomozónak kellett volna menned, ja. Azt imádtam volna. Oké, szóval van egy kérdésem. Miféle heg van? Mi? A halott fickónak a fején volt a heg? Ez az egyes kérdés, hogy milyen heg van a halott fickónak? Ki a másik fickó a szobában? 2-es. Mi van még a szobában? 3-as. Szavazzatok. Milyen sebe van, vagy milyen hege van, vagy hegje? Ezt hogy mondják? Hege, nem? Hege. Mint a hegemónia, csak... 3? Mi van még a szobában? Hát normál dolgok. Egy hűtő, mikró, ezüstizé, evőeszközök, kések. De nincsenek késnyomok. Ó, igen. Figyeld, miért? Hogy töri a fején? Oké, szerintem rájöttem. Wow! Na mit gondolsz? Az, hogy a csávó a szobában, ő egy surgeon, sebész, implantált egy mágnest a halott fickónak a koponyájába, és ezért van neki ez a heg. Aztán a gyanúsított használt egy szupermágnest, vagy valami ilyesmit, a halott fickónak a homlokán, ami kiúszta a csávó fején keresztül a mágnest. Wow, ezért van, igen, vér a kezén. Igen. És lefogadom, hogy a gyilkos fegyver odaragadt a hűtőhöz. Ami ott van, on Dottiról is egy fotó. Bravo, édesem. Köszönöm, köszönöm. Igen, jó párok, jó pár lennénk, ilyen nyomozó páros. Ja, nyithatnánk egy ilyen nyomozó irodát a városban. Most valószínűleg egyet használhatnánk is. Mindig is... Mi? Always work for crime solvers? Mire gondol ezzel? Nem tudom. Oké, most már megyek. Szeretlek. Nyomozó lányom, mondja. A daughter detective jobban hangzik. Nyomozó anya, én is szeretlek.
És ja, oda lerajzoltuk a bal oldalra ezt a hullán. Király, de menjünk kifelé. Jó volt az elmélet, jó volt a kitaláció. Most meg kellene oldanunk, igazából magunkban is lerendezhetnénk. Ó, milyen őszies az időjárás. Ez olyan, mint amilyen ma volt odakint. Én ki sem dugtam a lábam. Tehát, hogy ezek még mindig szerencsétlenek, még mindig itt izé lapátolnak, meg ásnak. Mit akartam mondani? Szóval le kéne rendezni nagyjából úgy magunkban is, hogy akkor most amit láttunk, az megtörtént? Vagy amit láttunk, az nem történt meg egyáltalán? Vagy most tényleg van egy gyerek, akit elraboltak? És eleve mi volt? Az a letépet kar, amit a játék elején találtunk. Mindig van munka a bűnmegoldóknak. Igen. Always work. There's always work. Igen, igazad van. Tényleg csak ugye nem mondta bele az elején a... Jó, köszönöm. Köszönöm, Norman. Király vagy. Mi a helyzet, Summers? Milyen volt a Halloween? Furcsa. Elmentem a Harfestre. Láttam valami nagyon... messed up shit. Magyarul. Na, hogyan fordítsuk le ezt anélkül, hogy káromkodnánk? Hát nagyon, valami nagyon elrontott szarságot láttunk, ami azt hiszem, hogy igazi volt, aztán meg volt egy nagyon rossz rémálmom. Szevaszan elmi, üdvözöllek. Az király, hogy én bennmaradtam, és inkább cukrot ettem, meg tévét néztem. Halloween-i részek voltak. Hát... Én kint voltam és megéltem egy Halloween Halloween epizódot. Wow. Yep. Akarsz hallani egy új verset? Hogy a viharban? Egy Halloween. Oké, őszi szelek. Őszi bűnök. Oké. Őszi idők. Őszi bűntények. Mi számít őszi bűnnek? Egyes kérdés. Mi számít őszi bűntény? Inkább a bűntény érdekel minket. Halloween, igyál inkább. Mindjárt fogok. Oké. Hát mondjuk kirobolni. Gyertek inkább viszont, jó? Na szóval, kezdjünk ennek neki még egyszer. Kirabolni egy benzinkutat és aztán felrobbantani novemberben. Ja, ennek mondjuk van értelme. Hey, Mr. Chazakol! Igen, Selma. Kitöri a nyakát egy nap. Hát biztosra megyek majd, hogy pontosan rád zuhanjak. Hát én egy elég nagy célpont vagyok. Én nagyobb vagyok, mint te. Úgyhogy ezt meg is oldottuk ezzel. Hát ti ketten. Miért beszél levelekről? Leaves, azt mondja, ez egy vers? Nem. Akkor megbeszéltük. Mi van itt? Mrs. Varnish disport herself? Mi az, hogy varnishing? To varnish, ezt a szót azonnal megnézzük. Ezek nagyon jó szavak ma, nagyon ritkák. A mortgage, a varnish, meg a drizzly. Ó, értem, szóval, hogy volt egy nő, a felesége, ő volt az, aki lepolírozta, lelakkozta ezt az egész izét, terasztot, úgyhogy ne járkáljuk össze a sáros lábunkkal, mondja a csávú. Políros, siszol, igen, köszönöm. Zoriak, ezt tudnia kell, hiszen neki ez az állása is egyben, nem? Tehát így elég sokat polírozol. Hát mondjuk én is csak. Na, itt van fenn Mr. Chazakov. Beszélni kellene vele. Akartok csillagot vizsgálni? Leaf a levél, nem? Igen. És a többes száma a leaves. Miss May Borowski. Jelen. Érzem az őszi szeleket. Ja, hát azt nehéz elmisszelni. Mi? Senkinek sem lenne szabad lemaradni semmiről. Hogyha már erről beszélünk, akarsz látni néhány csillagot? Igen. Hát akkor gyere, nézd bele. Ez öngólós, de a textúrák miatt tudom. A textúrák miatt? Ááááá, már megint elvakultunk.
Hát... ez most már igen, igazán a saját hibád, a te hibád. Hát gondolom azért, mert már 5000-szer elmondta, ugye, hogy mit kell csinálni. Ott egy csillag. Találtam is egyet. Na lássuk. Mekkora kínyó. Egy hatalmas kínyó. Egy nagy kínyó? Igen. Bármi más? Láttam egy nagy kígyót egyszer. Íh, már megint a poresz. Na jó, melyiket mondjuk? Az egyes, hogy akarsz még erről mondani mást is, vagy pedig a kettest, hogy láttam egyszer egy nagy kígyót. Tudjuk már, hogy mit csinált még évekkel ezelőtt? Remélem nem maradtam le. Nem, még nem. Még az a rész, azt még a homály fedi. De valami olyasmi volt, hogy valakit meggyilkolt, vagy valakit nagyon csúnyán elvert, vagy valami ilyesmi, még nem tudjuk. 2-1-2-2-1-2. Láttam egyszer egy nagy kígyót. Az állatkertben? A cserkészeknél, amikor túráztunk. Ott izé napozott egy sziklán. Hú, micsoda fenyegetés. Azon gondolkoztam, hogy ritka, hogy random látsz egy kígyót csak úgy relaxálni. És ezzel mi a helyzet? Mármint azon, amit látunk. Egy hatalmas szavazharcos, üdvözöllek. Miért érzem úgy, hogy ez a játék nagyon dárkos lesz a vége felé? Nem tudom, miért érzed úgy? Vannak azért bal jós jelek, de ki tudja, még happy endje is lehet. Szóval ez a nagy kígyó, ez így felemelkedett a földből, és háborút hozott a falvakra. Milyen falvakra? Kérdezzük. Hát tudod, a falvakra. Oké. És ahogy így körbeölelte a falvakat, a falusiak látták, hogy ugyanaz a nagy kígyó, igen, mondja még közben, öleli körbe őket. Úgyhogy összejöttek, és együtt levágták a nagy kígyót. Mindig mély akarja mondani azt, hogy nagy kígyó, de aztán tanulsz. A nagy kígyó miért támadta meg az embereket? Miért? Szimpatizálsz a nagy kígyóval? Hát nem tudom, de... nem mondhatjuk csak azt tovább, hogy Big Snake. Nagy kígyó. Mindig a nagy kígyó. A nagyon kígyó. Nagyon kígyó, mondja Mr. Chazakov. Nagyon kígyó. De cuki. Nagy. Kígyó. Ezt imádtam. Igen, mert... mély fél azért egyes állatoktól. Ez nagyon cuki volt, ez nagyon tetszett. Keressünk még eldugott csillagokat a térképen. Ma is 2 van, és ez a Big Snake, ez ilyen tök érthető volt, nem ilyen. Nem olyan, mint a többi, amit... ez az. Alig tudtunk megfejteni, mert ilyen félig arhaikus. Ott is van. Lokalizáltuk a csillagot, kapitány. Szevasz, Hulk, üdvözöllek. Hát akkor nézzük meg a guide-ot. A mindenségét! Lara, nagyon szépen köszönöm a harcos számára ajándékozott feliratkozást. Hálás köszönetem, nagyon kedves tőled. Köszönöm. Ó, te ezt kedvelni fogod. Igazán? Mert ők halottak. Oké, totálisan benne vagyok. Gramercy volt a médium. Életében beszélt a holtakkal? Mi most tényleg? Hát ki tudja. De amikor meghalt, akkor a saját szelleme visszatért, és beszélt rajta keresztül. Mi ez, hülyeség? Ez hogy lehet, kérdezi Mr. Chazakov. Hát ezt úgy hívják, hogy életben lenni. De hát akkor hogy, várjál, micsoda? Melyiket kérdezzük? Ezt úgy hívják, hogy életben lenni, vagy pedig hogyan, vagy mi meg hogy? Hey! Hát ilyen őrült feliratkozás bombákat dobál ránk Lara, köszönöm szépen megint. Köszönöm a Penternek adományozott szubadat. Hálás köszönetem. Remélem, hogy jól vagy, és hogy jó volt a mai napod. 2. Szóval mit csinált? Hogy csinálta? Hát úgy, hogy a saját szelleme megszállta a testét.
Hát az mondjuk így literálisan ugyanaz a dolog, mint életben lenni. Nem, ő halott volt, de megszállták. Saját maga által. Igen. Ó, jó Isten, ez baromság. Szóval, mi lenne a tanulsága ennek a sztorinak? A tanulsága? Igen, hát általában ezeknek a csillag dolgoknak van egy valamiféle tanulsága. Néha a dolgok csak úgy furcsák. Ez a tanulság? Ben. Mondja Mr. Chazakovas hájával. Oké. Okay. Hát ez lenne a pár mára. Mármint a csillagpáros. Hát... Veggie Willikers? Itt mire gondol Mr. Chazakov? És röhögött egyet. Willikers? Akármi is, hát ez. Willikers. Oké. Okay. Ez elég király volt. Az is volt. Akarsz látni még néhányat néhány napon belül? Nézd, ott van Gramercy, akinek a testét megszállta a saját lelke. Vagyis egy szelleme, meg ott van a Big Snake. Hatalmas kígyó. Oké. Akkor induljunk el. Először is meg akarom nézni a csodapockányaimat, hogy vajon jól vannak-e. De ahhoz nem ártana talán kaját lopni nekik. Üdvözlöm csirkekutyát, mi a helyzet? Későn, de itt vagyok. Nagyon helyes. Jól tetted, hogy jöttél. Egy csodálatos játékkal játszunk, egy csodálatos történetben vagyunk benne. Az első dolgom az, hogy jó legyek hűtársam oldalán. Nézd, itt van egy perecárus. Ott van Mrs. Rosa. Mi? Már nem lehet lopni? Ó, akkor már felnőttek a pockányok. Hey, Mrs. Rosa. Oh, hello, me. Jobban érzi magát? Hát, amennyire el lehet várni, gondolom. Az jó. Akart beszélni a... Igen, a nagypapádról. Igen. Possum Springs-t a mi hátunkra építették, és mások hátaira előttünk. Az idő volt az, amit nem fizettek ki az embereknek igazi pénzben. Micsoda? Hanem ilyen kicsi tokenekben? Hát ilyen kis érmékben fizettek, és... Olyan... bills, tudjátok mi ez? Hát gondolom ez olyan bill, amit odaadnak... Check! Igen. Amire rá volt bélyegezve a cégnek a neve. És jó volt ugye a céges üzletben céges jóságokat lehetett belevenni. Annó a suliban mutattak nekünk ilyeneket. Nagyon... Weird quarters? Ja, ez ilyen furcsa negyeddollárosok, meg ilyesmi, gondolom erre gondolom. A nagypapád emlékezett, mert hogy az apukája első kézből tapasztalta meg ezt. Jött a bányának a vezetője, jött a városba egy nagyon csinos, hatalmas autót vezetve. Aznap este találkoztam a nagypapáddal. Mi? Ez most tényleg így jött össze ez a mondat? Ez nagyon furcsa volt. Egy igazi barom volt az a főnök, a jóisten áldja meg. Isten bocsássa meg neki, ezt mondja Miss Rosa. A nagypapád runs out of the dance, az azt jelenti, hogy mi vagyok, táncoltak együtt, és aztán kiszaladt? Szerintem egy kicsit részeg volt, vagy legalábbis elég hülye, egy ilyen bátor módon. És azt ordítja, hogy the guts of all bosses, tehát hogy pokolba az összes főnökkel, mondjuk most ezt így. Kifogyott a táncból? Én is így fordítottam volna, de aztán csak nem erre gondoltam, hanem hogy kirohant a táncparketről, ki az egész izéről, és ott ordította el magát, nem? Szerintem én erre gondolok inkább, de aztán ez már lehet, hogy az én fantáziám. És aztán nagyon hirtelen egy vadászkés van nála hirtelen, és szíjjel vágja a főnöknek az autógumijait. Igen, ez lehetett az akkor, amire gondoltam. Haha, wow! Felvette egy követ, és bedobta vele a szélvédőt, és aztán felmászott a tetejére. Sajnálom, ez egy kicsit illetlen lesz. Szent szar, ne hagyja abba! És keresztül pisilt a szélvédő lyukán. Ez zseniális! És elkapták? Nem, csak én meg néhány más ember látta.
Trot over? Ez a trot? Ez is egy érdekes szó már, ez már a negyedik szavunk, amit meg kell nézni. Ügetés? Tehát, hogy oda siettem hozzá, aztán elfutottunk. Valami A, oké, okay, drugstore mellett. Hatalmas izé. Ja, ott egy hatalmas mezőre kifutottak, ahol most egy hatalmas parkoló áll. A csillagok kövérek és... Bright. Tudjátok, ami ilyen világosak. Hát a világostól egy kicsit világosabban. Ekkora arc volt a papper, amúgy igen. Fényes, köszönöm. Szerintem mind a ketten eléggé részegek voltunk. Az egyik dolog vezetett a másikhoz. Oké. Várjon, ez mikor is volt? Hát, ez már nagyon messze történt. És pont. Ezek szerint együtt volt a nagypapája a Miss Rózával. Mi történt az autóval? Towed away. Hát gondolom elvontatták. És a rendőrségnek nem voltak szemtanúi, úgyhogy... Ja, nem izé mártottuk be egymást, nem köptük be egymást. Nagyon helyes, mondjam még. Szóval ahogy mondtam, bajkeverő véred van, mondja. Hát ezt soha nem is tudtam, mondja még. Szerintem még apád sem tudja ezt a sztori, lefogadom, hogy nem. És el fogod mesélni neki? Igen. Nem. Elmeséljük ezt majd apukánknak? Az apukájáról szóló történetet, szerintetek? Az egyes az igen, a kettes a nem. Ez nem a nagybácsi, ez a granddad, a nagypapánk volt. Ez a sztori róla. Aki már ugye nem él, úgy kezdődött a játék, hogy azt mondta, hogy ez a hely, vagy ez a ház, nem tudom, azt mondta, hogy ez a ház kísértet járta, és aztán meghalt. El kéne, hogy tudja, hogy milyen jó arc volt az öreg. 1-2-2-3-1. Köszönjük, kapaboly, ügyi vagy. Akkor a kettes. Nem, az egyes. Egyes. Egyszer, talán. El akartam mesélni ezt a történetet neked. Egy este volt egy dolog, amit csinált. Az élet hosszan tartó éjszakák, meg dolgok közül, amit csinált. Szóval ez csak egy dolog volt az életében. Amit szeretnél ezzel csinálni, az már a te történeted része lesz. Ó, Miss Róza cuki. Viszont mára nem tudok többet mondani. De én szeretnék többet tudni róla, hát ez őrület volt. Majd találkozunk mi, előbb vagy utóbb. Oké. Viszontlátásra, Miss Róza. Viszlát mostanra, Mé Borowski. Várj, elmegyünk balra. Amúgy annyira király, hogy... Ó, ez mi? Ja, az elég hihetetlen, hogy ezek a dolgok régen még működtek. És az is, hogy még mindig itt vannak. Hát gondolom, minden nem is nagyon lehet őket elszállítani. Ez egy metró lenne? Mert hogy ugye elöntötte a várost a víz a múltkor? Ja, ez a hely, tuti. Valami nagy dolog volt. Nagyon régen. Ó, itt vannak megint a tinik. Hey, kicsit furcsa kérdés, de nem hiányzik valaki? Micsoda? Hát bárki, akit ismertek, aki kim volt tegnap este, és nem jött vissza. Nem hiszem. Miért, mi történik? Semmi, csak azt hittem, hogy láttam valamit. Oké. Hát el kéne mondanod, hogyha ez most valami komoly. Csak vigyázzatok magatokra, oké? Járjatok nyitott szemmel. És tudassátok velem, hogyha a furcsát láttok, oké? Úgy értem, hogy állandóan együtt lógtok. Nagyobb biztonságban vagytok, mint bárki, akit ismerek. Pont, mondják a tinik. Rendesek vagyunk amúgy, hogy figyelmeztetjük a gyerekeket. Ott el lehet menni balra? Még meg sem néztük ezeket a feliratokat itt. De nem is nagyon van itt semmi.
felírva, amit el tudnánk olvasni, csak monogramok inkább, meg ilyen szívecskék és pillangók. Hát nincs semmi baj, ne tessék meghalni, igen. Na, menjünk először is jobbra. Wow! Valaki éppen beköltözik? Valami hülyeség. Hiányzol a pizza hely. De mi ide? Milyen pizza helyre költözik meg? Valami butaság költözik majd be. Nézzük csak meg Angust, hogy vele mi a helyzet. Beszélgessünk vele egy picit. Mondjuk el neki, mi történt. Kicsit később szeretnél jönni zenekari próbára? Hát, ja, gondolom. Furcsa este volt. Az hogy lehet? Hát, később majd elmesélem, jó? Akkor majd szerintem a zenekari próbán fogunk beszélgetni a többiekkel arról, hogy mi történt. Na jó, menjünk, nézzünk meg még mindent jobbra, menjünk fel a Bruce-t, nézzük meg, hogy mi van vele, a hajléktalan csávót. Hát, ha ő akart valakit esetleg elrabolni múlt este. Azt hiszem itt történt a dolog, ugye? Itt ült a valaki hátul, én meg itt álltam az All Pickaxe előtt, és amikor így kinéztem arra, akkor láttam meg, hogy a háttérben elragadják a gyereket. Mi ez a szobor? A háború az ilyen baromság. Hallasz? Szobor. gondolom téged besoroltak. Meghaltál azelőtt, hogy élvezhetted volna, hogy csináltak egy szobrot rólad. Baromság. Engem nem vehetnek rá, hogy háborúba menjek. Én elbújok a föld alá. Belépek valamilyen csapatba, csoportba, ami a háború ellen van, meg ilyenek. És háborús dolgokat fogunk felrobbantani, meg szabotálunk más háborús dolgokat. És az árnyékban fogok élni, a sötétben, évtizedeken keresztül. Nem lesz címem. Mindig futok majd, mindig menekülök. Egy trélerben fogok élni. A trélerben? Az ilyen izé, nem? Ilyen lakókocsiban. Igen, mert azt mondhatják úgy tréler. Igen. Na, megfejtettem, hogy mi ez. Wow. A sivatagban. Hogy hívták az egeret, akivel a sineken fetrenk? Lori M-nek hívták. Lori M. Szia, Pentőr. Jó ét neked. Nagyon király lesz, mondja mi. Bevegyünk B-hez, jó? Megnézzük, hogy mi van vele. Hey, B! Hol van Lori M? Fent szokott lenni a tetőkökön, úgyhogy majd megnézzük. Hey, kösz megint, hogy segítettél múlt este. Jövök neked egyel. Minden rendben, király volt. Csak később nagyon-nagyon furcsává és rosszá vált az estém. Az hogy lehet? Később elmondom, majd gondolom. Még mindig szeretném összerakni. Oké, hát majd mesélj, hogy hogy megy. Fogok is. Azt hiszem, hogy ma zenekari próba van. Ja, megyek levadászom Greget. Hát azt nem lenne túl nehéz. Ja, nem. Snack Falconban van. Hát nem tudom, hogy ezt a csávot hogyan foglalkoztatják még, mert hogy állandóan lop, meg hogy összetöri a cuccokat, csak úgy mókából. És akkor adja el a melót, amikor csak akarja. Hát ő a saját szabályai szerint játszik. Inkább úgy tűnik, hogy a világ játszik az ő szabályai szerint. Wow. Nem is tudom, hogy ez mit jelent. Azért... Wow. Oké. Okay. Figyeld B-nek a szemét, nézd. Ha elmész mellett, akkor egy picit figyel. És aztán nem figyel. Jó. Na jó, tehát ugye először a Bruce. Templomban édesanyánk. Pastor Kate. Ők a három személy, akikkel beszélni kell, aztán elmegyünk. Szóval ez a nap az utolsó napom. Ó, hát hiányozni fogsz. Olyan gyorsan történt. Majd mesélj, hogy hogy ment. Majd meglátogatok titeket, visszajövök. Nem hagyhatlak csak úgy titeket. Mit fogunk csinálni nélkülön? Akartok megnézni egy mozit vagy valamit? Ja, csak el a bizén. Na jó, mindegy, ők arról beszélnek ugye, hogy itt állandóan túl voltak terhelve a telefontársaságnál is. Ez addig tartott, addig cigizgettek itt kint meg kávéztak, hogy valaki ténylegesen ott hagyta a munkahelyet. El is fog költözni. Ez is azt akarja bemutatni talán, hogy ezen a helyen így mennyire épül le minden. Szerintem legalábbis.
Nem bajom úgy, hogy állandóan ugrálok mével? Most veszem észre, hogy folyamatosan nyomom az X-et. Mindig ugrok, de lehet, hogy nem kéne. Szóljátok, hogyha zavart titeket. Asako a múltkor megjegyezte, hogy állandóan fellemegy a kép, és hogy a szeme szélében ez így, sarkában ez így zavaró. Itt nincs semmi. Nem ítélkezünk. Oké. Okay. Akkor csak ugrálok tovább, jó? Szia templomi anya. Szia pogány lányom. Egy nap én is... Micsoda? Szóval, hogy bejövök majd, de hát hagyjuk már. Most komolyan senki nem szeret korán kelni vasárnap. Én nagyon gazdagítónak találom. És általában az apád is így legtöbbször. De azért megjelenik, és ez fontos. És azt is tudja, hogy sokat jelent számomra. Oké, okay, hát akkor... Guilt? Thoroughly tripped. What? Most nem tudom, mire gondol. De a templomnak dolgozol. Hát ez nem így működik a hit kérdése. Na várjatok, várjatok, itt jó szavak lesznek. A grace az ugye... A kegyelem. Kegy áldás. És a condemnation. Az meg az elkárhozás, pokolra kerülés, aha! Szóval, hogy több kegyelem van benne, mint pokolra jutás? Mi? Az olyasmi. Na mindegy, én mentem. Később találkozunk. Anyukánk nem tudjuk, hogy miről beszél. A kondemnáció. Igen. Miért jár a feje? Kinek? Jár a feje? Én nem látom. Szerintem csak hazudik a kata. Mindig ide jön minket átverni. De olyan is, nézd meg. Ilyen kis tőre van, meg láncingje. Ilyen izé lehet. Tolvaj. Beszéd közben járt a feje? Ja, én akkor éppen a szótárban keresgeltem, bocsánat. Hazudni jár ide, mondom. Hogy nézd meg. Imádom azt az emotot. Imádom az összes emotunkat igazából. Nem érzem ezt jónak. Nem tudom, de talán a jó dolgok néha nem érződnek jónak. Én csak gondolkodok, hogy helytelen lenne valamit elvenni, amikor az emberek azt akarják, hogy ne vedd el. Mármint, hogy nem akarják, hogy elvenn. Hát... Én úgy érzem, hogy az Isten ezt máshogy látja. Legalábbis én máshogy látom. Ez azért van, mert te egy jó ember vagy. Hotdog. Kakaós csiga. Ez azért van, mert szerintem Bruce-nak szeretnének felajánlani egy lakást itt Possum Springsben. Tehát, hogy... És ő helytelenül érez ez iránt, hogy... az emberek lehet, hogy nem akarnák, hogy ingyen kapjon valamit. Megyek is inkább. Ne menj már! Tök jó lesz még a mai epizód. Na, nem akartalak elzavarni, ne haragudj. Csak vicceltem ám. Na gyerünk visszább akkor. Azt mondja, hogy... Megbeszéltük anyukánkkal, amit akartunk. Pásztor Kate-et is megnéztük, Bruce-t is megnéztük. Azt hiszem, hogy már csak Lorien van. Germ és Greg hátra. Mindenkivel beszélünk minden nap mindenről. Erről szól a világ a Night in the Woods-ban. Loriamnak itt kéne fent lenni, ugye? Ide már nem is lehet bemenni. Na hát... Mi a helyzet, Loriam? Elmentél a Hardfestre? Ja... A végén egy színdarabban szerepeltem, mert Bi a barátom, meg kicsit elrontotta a dolgokat. Az király, én pizzát ettem, meg Blood Gorgont néztem. Wow, az király. Blood Gorgon? Az egy ilyen 80-as évekbeli olasz film. Tele van vérrel, de az egész ilyen szimpadias, meg ilyesmi.
Boarding school. Ja, hogy a kis csaj iskolába megy, és néhány kísértet elrabolja őket, elviszik őket a Blood Gorgonba? Igen. Pont. Nagyon fáj a fejed. Jobbulást kívánok. Pihent ki magadból, remélem holnapra jobb lesz majd. Valami gáz van vele? Nem, csak... Azt hiszem, hogy láttam egy kísértetet, vagy valamit a múlt éjjel, de nem vagyok benne biztos. Az úgy elég királyan hangzik? Kérdezi Lóriám. Hát... inkább az ellentétje volt a nagyszerűnek. Ó, elnézést. Oké, csak... majd találkozunk később. Sok szerencsét a kísértet problémától, ezt köszi. Hát, itt már más nem tudunk sajna kideríteni. Oda néz! Kinga, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a második havi feliratkozást. Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen a támogatást. Köszönöm. Mi a helyzet? Hát te még ébren vagy ilyenkor? 23 óra 20-36 perc van. Mégiscsak... mi? Micsoda? Az öreg asszony, hogy kiordított, amiért kim voltam. Láttátok? De agresszív volt már. A patkányaimat meg akarom nézni. Vajon nőttek-e már? Köszönöm még egyszer mindannyiótoknak ezt a... csak subgiftet, meg... meg a subgifteket is. Köszönöm szépen. Meg a feliratkozásosokat. Ezt kinyithatom már? Nem. És ideben mi van? Nézzük csak meg a pockányokat. Elhagyták azt a... elhagyták a fészket. Hát akkor többé nem jövünk ide. De nézd, ott vannak lent a földön. És egész nagyok, ami azt illeti. Jó, ne piszkáljuk őket. Menjünk szépen tovább. Olyan gyorsan felnőnek. Ez itt is vannak. Hát jó, de azért vannak itt pockányok, mert hülyére etettük az összeset is. Hát azért nem vagyok benne biztos, hogy jó dolgot cselekedtünk ezzel. Ja, én is azt mondom, hogy az egész izét várost így lazán elözönhetik a pockányok, de... hoppá! És csak? Mindjárt elkapjuk azt a mókusot. Nem, nem kapjuk el. Délután aludtam, szétment a fejem. Mindenkinek fáj ma a feje? Mi van veletek, srácok? Te vagy most a második 5 percen belül, aki azt írja, hogy fejfájás meg ilyenek. Azért remélem nincsen nagy baj. Itt voltunk már Angusnál. Azon gondolkozom, hogy... mi lenne, hogyha itt tovább mennénk? Volt a játéknak még egy része. És most azt nem fogom felfedezni. Tudjátok mit, azt majd a B-végig játszásban. Jövőre szerintem újra játsszuk ezt a játékot, és akkor megnézzük, hogy mi lett volna, hogyha B mellett döntünk. Előbb, tehát még mielőtt elmegyünk Greghez, elmegyünk balra, és megnézzük, hogy mi van. Jermel, hát ha itt van. Ez ki? Hey, haver! Hey, te! Te itt dolgozol most? Ja, elég szíves. Na, de legalább fizet. Kérdés. Hogyan raknak be ide egy konyhát? Hát alig. És mit csinálsz itt kint? Már, ja, mit csinálsz itt? Én ilyen grillman vagyok, meg karbantartó. Én főzök, meg én mosok fel. Egyszerre. Igen. Algoflex-el nyomulsz? Na, én azt nem is ismerem szerintem. Algót én nem szoktam venni. Itt van Germ. Mi? Egy rendőrautóval? Azt a... beszéljünk vele gyorsan. Hey! Mi a helyzet, kölyök? Szipog. Furcsa szagod van. Miért van itt a nagynéném kocsia? Az a nagynénén? Ja. Akkor ez most téged félig zsaruvá tesz? Félig soha nem fogsz elkapni. Fél zsaru. És neven. pont. Nem tudom, hogy mit csinálnak ott fent.
Voltál Harfesten? Nem, hát túl vagyok ezen. Hát az király, én nem tudom, kicsit furcsa volt. Furcsa, nagyon rossz történések voltak tulajdonképpen. Hát azért, mert ez egy ilyen garantált rossz időtöltés, és furcsa is, ja. Azok az emberek tegnapról még mindig itt vannak? Nem tudom. Hát nem vagyunk ilyen jó barátok, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy miért gondoltam, hogy tudnád esetleg. Azon gondolkoztam, hogy talán valaha is találkoztak Casey-vel. Ott valahol kint, ahol ők mászkálnak, laknak. Hát megkérdezhetem. Régebben kérdezgettem. Csak utálok rá gondolni, hogy esetleg ott van kint teljesen egyedül. Á, Casey kemény. Jó lesz. Jó lesz. Amikor majd, vagy amikor, izé. Amikor menned kell, akkor menned kell. Ja, gondolom. Na mindegy, találkozunk majd a próbán. De most komolyan. Te tényleg szereted hallgatni, ahogy játszunk? Ja, úgy értem, hogy nem vagytok jók, de ja. Nem az én stílusom. Miért? Mi a te stílusod? A black metal, meg a trash crossover, hip-hop. Én szeretem a Witchdaggert. Ők elég metálososan. Ja, az ilyen doom szarság, nem? És most utánozzon. Ja, totál. Mi van? Tudod, egyszer egy fickó követett hazáig. Egy fickó a sírekről. Mi? Oké, tök mindegy, mennem kell, egyes. És mit csináltál? Egyértelműen, mit csináltál? Hát, egy este történt nyáron. A szemem sarkából láttam, hát így kb. Láttam ezt a csávót, ahogy kifordul a parkolóból, és aztán így elkezd így felfelé jönni a dombon. Mögöttem 50 lábnyira. De nem akartam egyenesen ránézni. Ja, szóval így inkább másfelé mentem az erdőn keresztül, és felmásztam egy fára. Mert hogy sötétedett, de még mindig láttam, hogy ott áll az úton, és engem vár, hogy lejöjjek. Jézusom! Szent szar. Szent szar. És mit csináltál? Hát miután besötétedett, lemásztam. És nagyon gyorsan felmentem a dombon. Vagyis, hogy ja, ez egy nagyon furcsa rossz idő volt. Mármint, hogy rossz mulatság volt. Aha. Most rohadtul ideges lettem. Ja. Vágom. Ja, és ezzel Jerm elmegy. Megérte vele beszélgetni, mert ezek szerint akkor tényleg létezik itt egy fura fazon a városban, aki stalkolja a gyerekeket, meg ilyenek. De mi van itt Molkoppal? Mármint, hogy ont Mola. Várjál, hogy hívják? Molly? Molly nagynénénk. Mit csináltál itt kint múlt este? Hát láttam valakit, ahogy elrabolnak valakit, egy ilyen gyereket, vagy ilyesmi. Miért? Te mit csináltál itt kint múlt este? Na, mit mondjunk neki? Hogy láttuk a gyerekrablást, egyes? Vagy kérdezzük meg, hogy ő mit csinált itt kint, kettes? Egyes, kettes, iszok egy kortyot. Rendőrnek csak az igazat? Hát ahhoz képest a többiek rohadtul nem arra szavaznak, hanem hogy itt elkezdjünk feleselni vele. Hát akkor legyen az, hogy mit csináltál te itt kint múlt éjjel. Mi ez a vagrant? Csavargók, kóborlók, hajléktalanok. Aha, ilyen jött-mentek, ezekről érkezett bejelentés. Ezért van ez az egész. Might have just been someone saw you out here. De lehet, hogy valaki látott téged idekint. Mi? Biztos, hogy ez így van fordítva? Várjál.
Szerintem jól fordítottam le. Na most a te körön. Láttam egy gyerekrablást. Mondd el még egyszer, hogy mit láttál. Valakinek volt egy ilyen nagy öreg kabátja, és valakit átvetett a vállán. Szia, Vitya, üdvözöllek. Aha. És te egészen idáig üldözted őket? Igen, és aztán elértem ide a kerítésig, és ők meg már fenn voltak az erdőben. Rendben, köszönöm, mi. Tudtam, hogy ezt az egészet csak úgy leporolod magadról. Mi? Nincs eltűnt szeméről szóló bejelentésünk. És az úgy általában megtörténik, amikor egy gyerek eltűnik. Valahonnan, mint például a Harfest. Volt 6 hívásom, akik, tehát így gyerekekről, akik túl sokáig maradtak kint. Lenne jelentés erről. Én jelentem most. Most itt. Ez egy jelentés. Mi? Nincsen szakadás itt a kerítésben, a drótkerítésben, vagy hogy mondjam. Nem tört meg, vagy nem... nem lyukasna. Szóval... Amíg valaki nem ugrott át ezt a kerítést, amíg még egy tini is a vállán volt, akit ráadásul nem is jelentettek be, hogy eltűnt. Pont. Van bármi elméleted mi? Pont. Nem. Lehet, hogy megkerülték a kerítést. Lehet. Hát nem tudom mi. Ez így egészen elmegy a parkolókig. Majdnem egész a sínekig. És hogy neked, hogy ott egyél, tehát így üldözd őket, és aztán csodálatosan, tehát úgy mondom, hogy hirtelen ilyen csodaszerűen egyszer csak így ott legyenek a másik oldalon. Itt köröztem fél éjszaka, hogy ilyen tini baromságok után menjek, és aztán... Micsoda? Emberek, akiket megijesztenek a zajok, meg... ez a clothesline, tudjátok mi lehet, ez szerintem a szárítókötél. Én, te... mondja mi? Szóval te most egy ilyen horror filmet kezdesz így el... indítani? Senki sem hiszi el a lánynak, hogy látott egy kísértetet? Hát rossz híreim vannak. A zsaru mindig meghal. Okay. Szóval, bocsánat, de most már kísértetről beszélünk? Hát valahogy keresztül ment a kerítésen, nem? Na most komolyan mi? Nem, igen, nem tudom. Nagyon fáradt vagyok. Ja, én is ezt gondoltam. Valami ilyesmit gondoltam. Legalább megnézed az erdőt? Mi, én és Dan McConnell egész reggel ott voltunk. Csak amiatt, amit mondtál múlt este. Egészen a kerítéstől elmentünk a régi bányáig. Találtunk egy undi matracon néhány tinédzsert. Láttunk egy aggodalomkeltően kinéző szarvast, meg láttunk egy vadászt, aki túl korán volt kint. Az nem lehet az. Hát ennyi. És ezzel elmegy. A zsaru mindig meghalám. Hát jól van. Éppen sajnos tényleg igaza van, mert nem igazán áll össze a történet. Tehát, hogy így üldöztük, aztán egyszer meg már ott volt a kerítés másik oldalán, és fogalmunk nincs, hogy mit láttunk. Lehet, hogy csak képzeltük az egészet. Mondjuk az elég durvi lenne. De ki tudja, lehet, hogy csak képzeltük az egészet. Menjünk Greghez, beszélgessünk vele, meg menjünk zenekari próbára. Amúgy is hamarosan vége van a mai estének. Na mi van Greggel? Mi a helyzet, haver? Hát hosszú estém volt, furcsa estém. És mi a helyzet? Majd elmondom a zenekari próbán, király. Miért jöttél? Hát csak megköszönök. Megyünk már zenekari próbára? Ja, csináljuk. Már nem volt más a városban, úgyhogy mennünk kell. Band practice-re. Hey, haver. Jó vagy? Fáradtnak tűnsz. Hát fenn voltam egész éjjel.
Mert hogy a tetőajtót javították, és szuper hangos volt. Tetőajtó. Ja, tudod, ami egy ilyen ajtó a lépcső tetején, ami kimegy a tetőre. És most már így... mi? Nem tudom. Le tudok futni attól az ajtótól egészen a lobbyig. Aztán fel a tetőre, és aztán lehugyasszatok az épület CD-ről. Ja, talán nem. Mi? Miről beszél? Már megint hülye ez a Greg. De mi állítja meg a random embereket, hogy ugyanezt csinálják? Haver, nyugi, minden rendben lesz. Bocs, túl fáradt vagyok. Oké, készen állsz? Ja, csináljuk. Wow! Pumpkinhead Guy! A következő szám, amit le fogunk játszani. Mi? Várjál, vár! De hogy? De hogy az Isten? Normális vagy? Hát azt a gombot nem lehet nyomni. Jézusom, hát nem mondod. Hát az írdatlan nehéz. Hát egymással ellentétesen vannak a gombok. Az X lent, a háromszög fent. Ezt hogy nyomod meg félkézzel? Na várjatok, mert megint rossz lesz. Oké, kezdem elkapni. Azt hiszem jó volt. A Pumpkinhead Guy. Jó, vissza. Mi? Várj! Mi? Várjál már, normális vagy? Ez teljesen hülye. Na jó. Ezt nem lehet. Why you do this? Ezek állatok. Állatok. Miért csinálják ezt, nem? Eddig tök jól ment az összes, és most meg nagyon nem. Ne, állj, oké. Azt hittem, hogy még folytatják. Ez szörnyűséges volt. Hát de mi? Hát láttátok, hogy izzi? Hát ilyen, nem tudom, olyan volt, hogy ilyen függönyben jött az összes gomba, amit nyomni kellett volna. Mert átbírod. Wow, mi? Hát ez így... hát elég szar volt, igen, ez volt. Hát mert rohadtul nem ismerem ezt a dalt. Nem csak azért, hanem mert béna is vagyok. Fú. Nagyon gyors volt. De mi? Hát te csak megnyomtál egy gombot. Pont. Nagyon elfáradtam, mondja Greg. Micsoda? Strain my vocal cords yelling. Meghúztam a hangszalagjaimat az üvöltözésben. Az király. A husky mit jelent, mint szó? Várjatok, tehát hogy úgy fogok hangzani majd. Erős, tenyeres talpasnak fogok hangzani. Aha. Na és most kéne beszélni. És na mindegy, még azt se tudom, hogy álmok-e egyébként, vagy nem. És itt volt ez a csávó, és szerintem kísértet volt, aki elrabolt egy gyereket. És azt is gondolom, hogy... micsoda? Igen, és szerintem a fejembe is benne volt utána, miután aludtam. És szerintem, ja, csinálnom kellene valamit, mert ez az egész ilyen ijesztő. Hát ez nem az, amire számítottam, hogy ma este hallani fogok. És jól vagy, haver? Igen. Nem. Hát szerintem nem, nincsen jól mély. Szerintetek egyes igen, kettes nem. Hát fogalma nincsen, hogy mi történik a városban, meg úgy magával, meg az életével. Ott hagyta az életemet, nincs munkája, nem csinál semmit jelenleg, csak a barátaival lóg, a házat elárverezik a fejük felől, hogyha így folytatja, meg ilyenek. Hát így nem igazán van jól, meg most látott egy gyereket elrabolva. 2-2, másfél, 2-1-2. Nem vagyunk jól. Mert totálisan freaked out vagyok. Ki vagyok készülve. Valószínűleg nem egy kísértet volt. Ja, valószínűleg nem.
Egyértelműen, ja. Oké, majd megyek és megfejtem ezt az egészet magam. Aj, ne legyél már ilyen. Mi itt vagyunk neked? Ó. Srácok. Oké, rendben. Szóval talán meg kéne néznünk, hogyha van esetleg valami kísértett dolog, ami történik itt a környéken. Mondjuk így olyan forrásból, amiben megbízhatunk. Mint például... Hát nem tudom, nincs az újságnak egy ilyen kísértett szekciója? Mi? Ez most miért hülye kérdés? Tudod, végül is elmehetnénk, megnézhetnénk a könyvtártot. Mi? Hogy könyveket erről? Nem, hanem hogy rögzítették az újságot, ugye 100 évre visszamenőleg archiválták, és hogyha volna esetleg valami titkos története a gyerekrabló kísérteteknek, hát akkor valószínűleg ott találjuk majd meg. Wow! Nem is tudtam, hogy van ilyenjük. Azt gondoltam, hogy csak egy ilyen broken down, tudjátok, ilyen ja, ilyen csóró, csomó öreg könyv. Ja, mikor volt az utolsó, amikor bementél a könyvtárba? Mert hogy tulajdonképpen a jobbak közül való van nekünk. Ó, hogyan? Hát volt egy gazdag csávó, aki... Ja, egy ilyen alapítványt alapítottak, és hogy ő fizette ki, és aztán mi? Mindegy, csak menjünk. És utána találkozunk? Ja. Oké, akkor visszajövünk. Wow, kísértetek. Mi? És akkor most nem is lefeküdni, megyünk aludni, hanem inkább megyünk, és a könyvtárban megnézzük, hogy mik vannak. Akarjátok ezt még? Vagy majd holnap nézzük meg? Mert hogy éjfél van közben. Nézd, munkák. Furcsa. Amikor ezt festették, az... Micsoda, hogy ilyen volt, hogy hé, nézd ki az ablakon, mindannyian dolgozunk. A dolgok nagyszerűek. És most meg ilyen... Mi? Miről beszél? Miután valakit lelőnek, vagy előtt egy autó, ilyen graffiti ízének néz ez ki? Mi van? Miről beszél? Jégszív 500! Köszönöm szépen a követést, üdvitt a vészkorúsban, nem felejtsd el elmondatunkat, hogyha nagyszerbe lennél, csak énekelj hangosan. Észre se vetted, hogy már éjfél? Nem, szerintem ez egy picit hosszabb lehet. Mert hogy újságcikkeket kell majd lefordítani. A Pumpkinhead Guy, annak a lejátszásába bele is haltunk, annyira nehéz volt. A nagyon olvasmosban megy egy fordításokat, 20-30 perc. Hát igen, mert itt nagyon sok bejegyzés van a könyvtárban mindenféle könyvről. Mármint úgy értem, hogy nem könyvről, hanem archívumból. Amit csak elolvasnék, mégiscsak lore van benne. Hey! 2 óra múlva zárunk. Oké, király. Van ötete, hogy... Mi? Hogy hol van a mikrohal? Mikrofishi... Fish? Nem tudom. Mikrofish... A harmadik emeleten. Oké, köszönjük. Fent, fel. Mondjam még valamit. Lassú este? Yep. Nem ijesztő itt lenni egyedül? Én biztos megijednék. Hát a Larry erre mászkál valahol. Jó, akkor tudjuk, hogy nem egyedül van. Mi lehet ez a mikrofish? Ez nem valami ízé? Mikrofishi, mikrofishé... Nem tudom, hogy kell kiejteni. Mindjárt megnézzük, hogy kell kiejteni. Figyeljetek. Majd én jól megmondom nektek. Nem. Hol folyták? Nem. Hogy volt leírva? Úristen, már azt tudom, hogy volt leírva. De rá kell jönnöm, hogy mit jelent. Ez valamilyen kis gépi terminál szerintem, ami az archívumot intézi, vagy hát oda rakták bele. Mikrofilm? Biztos vagy te abban? Lehet, hogy ilyen mikrofilmeken rögzített. Jaj, tényleg, mint a Song of Horrorban láttuk annak idején, nem? Ott is ilyen filmeket vadásztunk, és azokat
Igen, tényleg az volt, 1000%. Ja, szerintem is. Na jó, hát gondolom, hogy ott van a terminál velünk szemben, amihez még nem nyúlunk hozzá, mert mondom, itt akkor ezzel fogjuk kezdeni a szerda estét majd. Mi ez? Jézusom, szenszar. Mi? Charity Berity. Úristen. Ez az adakozó izé, mackó. Tudjátok a... Úr... Ezen mennyit röhögtünk régen. Mi az a Charity Berity? Hogy lehet, hogy nem ismered őt? Hát, gondolom ez valami iskolás dolog. Hát, ja, hogy ilyen 5 éves korból mondjuk inkább, annak az iskolájában, oké. Okay. Szóval ez egy dolog volt, amit kedveltél gyerekként? Nem, gyűlöltem Charity Berityt. Hát, ja, igen, tényleg elég ilyen utálhatónak néz ki. Olyan volt, mint hogyha elrabolna egy szekta, egyes. Mint hogyha valami átok lenne rajtan. Nem, hogyha mondjuk... Nem, mondjuk legyen ez. Tehát, hogy egy átok alatt vagy, ahol egy cuki dolog üldöz téged, 24/7, és folyamatosan olyanokat ordibál, hogy megosz dolgokat, meg ne tartsd meg magadnak, meg hogy fizesd az adókat, meg... Hát ez mondjuk egy fontos dolog. De 5 éves voltam, és most 20 éves vagyok, és még mindig nem fizettem adót. Egy Charity Berity elmegy egy ilyen állami infrastruktúra pénzügyi meetingre. Mi van? Ja, hogy ott is elmenne? Ja, és elfejtettem a legrosszabb részét, hogy mindig rímelt. Oh no, austerity, Charity Berity. Mi van? Most miről beszélnek? Ja, még mindig nem mehetsz be a Salzstammba? Hát megpróbálhatom. Nem tudjuk, miről beszél. Jézusom, egy csomó ilyen könyvet csináltak. Hát szerintem még mindig csinálják őket. Szia, Akvila, jó estét! Ez a darab elég öregnek tűnik. Charity Berity. Danger everywhere, iti. Ez marra jó. Sziasztok, betyárék. Felszálltok ti is a raid vonatra, mert mi is megyünk tovább hamarosan. Remélem, hogy jó volt a mai stream. Üdvözöllek titeket. Éppen a Night in the Woods fejezzük be mára. Na mindegy. Ezt a könyvet csak update-elhették volna. Jó, itt fogunk menteni, és itt fogok elköszönni tőletek, hiszen éjfél van. És holnap gondolom mindenkinek munka lesz, egyéb mókák és kacagások. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt velünk a mai streamen. Hogy lehetne innen ki? Ja, már tudom, itt lefejét kell megnyomni. Könnyesen rögted magad? Na, mi volt nálatok? Mesélj! Itt remélem el is mentette magát a játék, és akkor fordítgatunk újságcikkeket. Beteltek-e klippet? Persze, küldem, majd megnézem. Mindenki másnak pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a Night in the Woods-nek a 7. epizódját. Ez volt a 7., illetve hát a 8. napunk a városban, mert ugye az elsőt nem játszottuk végig, úgymond, mert ugye éjszaka értünk a buszállomásra, és onnan sétáltunk hazafelé, tehát gyakorlatilag ez a 7. nap, de nem. Elméletileg ez már... Hogy van? Elméletileg ez a 7. nap, gyakorlatilag meg már a 8. napja a játéknak. És én azt gondolom, hogy így már túl is vagyunk a játék felén. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett ez a mai epizód, szerintem eléggé király volt. Mély fejében kezdenek így talán összeállni a dolgok, meg kezdenek eléggé összekutyultak is lenni. Katának elküldöm majd a kulcsot, amit nyert ma este nálunk, ugye ez volt a Supra Land című játéknak a giveaway-e, a 203. giveaway-e csatornán. Már is nézem, hogy van-e még valaki itt élőben.